Így játszanak a gyerekek a Bizinger óvodában, amely szintén helyet kapott az Ovi Hívogató című kiadványban. Ha pedig még nem választott, akkor itt a segítség. Szinte az összes győri óvoda szerepel az 52 oldalas ismertetőben, ahol a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókon kívül betekintést nyerhetnek egy-egy óvoda profiljába is. Az Óvoda Hívogató kiadvány Győr városának már egy hosszú múltra visszatekintő kiadványa, amelyet minden évben megjelentetünk, próbáljuk ezzel segíteni a családok óvoda választását. Ez egy olyan kiadvány, amelyben valamennyi győri önkormányzati, illetve nem önkormányzati fenntartású óvoda képviselteti magát, és leírja mindazokat a speciális tudnivalókat, amelyeket a saját óvodájukról szeretnének a szülőkkel megismertetni, illetőleg a kiadvány eleje tartalmazza azokat az általános tudnivalókat, amelyek pedig a beiratáshoz szükségesek. Az Ovi Hívogatóban minden intézmény külön oldalt kap, melybe olyan egyedi, az óvodára jellemző sajátosságokat is belefogalmazhatnak, ami az ő intézményükben plusz és amit fontosnak tartanak. A városközpontban található Bizinger óvoda szép, parkosított környezetben található, ide várja a leendő ovisokat. A nevelőtestület célja, hogy nyugodt, szeretetteljes légkört teremtsenek, valamint hogy a gyermekek egész személyiségét harmonikusan fejlesszék. Óvodánkban 8 csoport működik, vegyes életkorú csoportok vannak, kis, középső és nagy csoportosok együtt. Így a szülőknek lehetőségük van arra, hogy a testvérek egy csoportba kerüljenek, sőt, a barátok, ismerősök is. Már beiratkozáskor a szülők megjelölik a kiválasztott csoportot, ez is egy lehetőség számukra. Mi a tevékenységközpontú óvodai nevelési program alapján dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a gyerekek tevékenység által fejlesztjük, hiszen ennek az életkornak ez a legnagyobb sajátossága. És sok változatos program is várja a Bizinger óvodába érkezőket, mint például a kirándulások, sportnapok, az Ovi Olimpia, az Ovi foci foglalkozás, bábszínházi előadások, és még sorolhatnánk. Ezekről részletesebben is olvashatnak a 2013-as Ovi Hívogatóban.